megnézted már? Nem, de nagyon rosszokat hallok róla. Hát kezdődően lehetett volna úgy, hogy a munkahelyemmel megyek, ezt kifizetik. És mondtad, hogy tök jó, csak másik társasággal menni. Igen, úgy jut a kívül. Pedig ez a kettesben az igazgatóval egy ilyen jó nem kis kettesben. 3D vetítésen, egy hát családi popcorn csomaggal. Összes kollégád nézi egyébként a streamet, azt tudod, ugye? Azt hiszem, hogy ha a legkisebb popcorn menüt veszem, 300 forint a olcsóbb, mint hogyha a legnagyobb. Igen, az sose érni. De egyébként, ha egy család elmegy moziba, azért az elég fejlevés, mondjuk van két gyereked. 3500 volt a vetítésjegy, beficcen a popcorn, ilyen 10-13 ezer alatt nem nagyon vészel moziba. És akkor még a bezipéz, a játékok, amiket útközésre vesz a gyerek, új iPhone, tudod? Addig veri magát a földhöz, még nem veszed meg neki a sejkeset. Volt egy olyan gazd. Igen, hát ilyenkor ott kell, hogy legyen a sarokban mindig a felmosóvödör tele vízzel. Szóval veri magát a gyerek a földhöz, akkor odamész, és leöntöd. Tudod, hogy nem tudom, mit szólnának. Na, mert most már van miért sírni a gyereknek. Igen. Szedik ki a répadarabokat a szájából, amik így a felmosó mokról kerültek. Tartok tőlem, hogy tényleg azt mondom, hogy jó, köszönöm. Én hallottam olyat, hogy üvöltött a gyerek, így tarkasztott a kutából a szüleinek, hogy megöllek. Mi az Isten? Nem vették meg neki a tömény faszom csokoládét, vagy játékbabát, nem tudom. Egyébként szerintem szülőként is tök égő. Aztán lehet, hogy már annyiszor előfordul, hogy már tudod, így nem érél az ingerküszöbet és leszarod. Ez elején biztos így tök kellemetlen mondjuk így bemenni az éjféli misére, és akkor elkezdi üvölteni a gyerek. Hogy nem, felelőnk nem tud fel mit csinálni. Megüvölt az a gyerek, a zsoltárokat érekli, csak még nincsen reddes hangja.